És a Katya nemrég költözött át Veszprémből Szombathelyre, most itt beszélgetünk már, abban az épületben, ahol ön lakik. Tudjuk azt is, hogy ez nem a saját döntése volt, hogy el kell hagyni a Veszprémet 25 év után. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogy érzi most magát, milyen gondolatokkal érkezett meg Szombathelyre? Köszönöm szépen, hát ugye tudni kell, hogy én Veszprémben már Egerből érkeztem, ahogy gyenge két évet töltöttem el, mint segédpüspök, azelőtt pedig 17 évig voltam itt Szombathelyen, méghozzá a püspöki hivatalban. Mondhatom azt, hogy ilyen főállású aktatologató voltam, ami először nagyon keserves dolog volt számomra. Később azonban már a Konkoly püspök úr idejében már végezhettem lelkipásztori munkát is. Voltak nekem kis csoportjaim, vezettem olyan tanfolyamot, amit úgy hívtunk, hogy keresztény családi életre felkészítő tanfolyam, mert tulajdonképpen katekumenátus volt. A fiataloknak a többsége nem volt megkeresztelve se, vagy meg volt keresztelve, de semmilyen hitoktatásban nem részesült, és százával jöttek éveken keresztül, úgyhogy 3-4 csoportba kellett őket beosztani. Volt egy egyházmegyei teológiai tanfolyam is, amelyiket én alapvető hittan tanítottam. Kórházba bejártam rendszeresen, úgyhogy nekem itten akkor, amikor Egerbe helyezett a Szent Atya, a II. János Pál pápa, akkor én itt már nagyon jól éreztem magam. És hát most is ugye még a akkori működésemből kifolyólag azért sok barátom van. Tehát akkor visszatért Szombathelyre? Igen, és még azt tegyem hozzá, hogy a Székely püspök úr nagyon kedvesen és barátságosan fogadott a helynök úrral együtt. Azt valószínűsítem, hogy attól, hogy ön most itt van, a veszprémi hívekkel nem feltétlenül fog megszakadni az ön kapcsolata, mert hogy ezt onnan gondolom, hogy a sajtóban is megjelent, hogy egy spontán kis ünnepélyes búcsút szerveztek önnek. A közösségi médiában önszerveződéssel megszerveződött több száz ember, és önnek ott sorfalat álltak. Ön ezt hogy éli meg? Milyen a kapcsolata az ottani hívekkel? Hát egészen őszintén mondom, hogy meglepett engem ez a szeretet, amelyel körülvettek. Mondtam is helyen közel, hogy ekkora ember én még sose voltam, mint most. Jó, hát ugye 22 évig voltam Veszprémben érsek, és azon kívül még majdnem három évet töltöttem ott nyugdíjasként. Most, amikor már elmúlt a Covid járvány, és átköltöztem a papi otthonból, a megszüntetett papi otthonból a főplébániára, onnan rendszeresen lejártam, főleg hétvégeken a Károly templomba misézni és gyóntatni. És a könyvtárszobában, amit megkaptam én vendégszobának, ott pedig hétköznapokon miséztem, és arra is mindig jöttek emberek. Sőt, én neki nem csak miséztem, hanem mise után mindig még egy-két dalt is eljátszottam magnetofonról. A régi nagy slágereket, komoly zenei felvételeket is, meg könnyebb zenei dolgokat is, ha más nem mondjak. Eljátszottam nekik például a Bonnie M-nek a Babylon folyói című dalát, amelyik a 136. Zsoltár első öt sorát tartalmazza, vagy a Mária fiát, vagy mit tudom, a Kombé Desben együttesnek a Ave Máriáját, utána hozzá mindjárt a Zambó Jimmy-nek az Ave Máriát, és egész hasonlókat csináltunk, és nagyon, nagyon jó volt. Tehát itt is már kezdtem nagyon jól érezni magam. Hát most kellett jönnöm ide, de ezt én választottam Szombathelyt éppen az előzmények miatt, mert ugye tudtam, hogy itten szívesen fogadnak. Tehát az biztos volt, hogy el kell hagyni a Veszprémet, de Szombathelyet azt már ön választotta. Igen, hát ugye Veszprémet azért kellett elhagynom, mert az udvardési atya úgy látta jónak, hogyha állandó egészségügyi felügyelet alatt vagyok. Ebben van igazság. Ugye, mivel én elég komoly szívbeteg vagyok, és vérhígítókat, meg irtágítókat használok, azért
2010-ben is volt olyan orvérzésű, amit csak a kórházban tudtak elállítani. Tehát az tényleg jó, hogyha az ember megnyomhat egy gombot, aztán mindjárt ugrik a nővér, ő hívja a mentőt, nem nekem kell keresgélni a vérzőjjal, orral például a kórházat. Tehát ez jó. Hát meg aztán, és akkor még úgy gondolja, hogy az is jó nekem, hogyha egyházmegye kormányzásával kapcsolatos ügyektől kellő távolságot tudok tartani. Ön is távolságot akart egyébként tartani az egyház? Beleszólt bármibe is? Én nem szóltam bele. Nem szóltam bele. Hát ugye, amikor a Hét Domb Egyesület meg a Szent Mihály Védegylet szervezett egy konferenciát a székesegyház értékeinek a védelméről, én erről nem is tudtam. Akkor tudtam meg, amikor elhozták hozzám a meghívót. És akkor mondtam, hogy én erre nem óhajtok elmenni, és akkor azt kérte az illető, hogy de legalább üzenjek valamit. Hát én annyit üzentem, és ez kérdésére is írtam, hogy köszönöm szépen a meghívót, sajnos nem tudok elmenni, de szeretettel köszöntöm az előadókat és a résztvevőket. És hát állítólag akkor nagy taps fogadta ezt a felolvasást. Ebből lehet, hogy az Ésség Atya arra következtetett, hogy én vagyok az egész mögött, ami azonban nem felel meg a valóságnak. Egy rövid időre még térjünk vissza az ön érseki idejére Veszprémben. Az előbb úgy fogalmazott, hogy nagy szeretet vette körül önt a hívek körében. Hozzánk is ilyen információk jutottak el a szerkesztőséghez, hogy nagyon szerették az ön hívei. Megkérdezném, hogy volt-e bárkivel konfliktusa, akár a papságon belül is? Ezt azért kérdezem, mert amikor ön leköszönt, és az udvardi érsek elfoglalta az ön helyét, nagyon rövid időn belül sajtónyilvánosságot is kapott, aztán néhány papnak a felfüggesztése, ők az úgynevezett tradicionalisták. Hogy velük önnek milyen volt a kapcsolata? Ugye, aki nem tudja, most a nézők kedvére elmondom, ők a latin rítusú misézést szeretik, háttal miséznek, van nagyon sok részeleme ennek a tradicionalista vonulatnak, és ők közül többeket felfüggesztett aztán udvardi érsek. Az ön idejében volt ezzel probléma, vagy hogyan viszonyult ön ezekhez a papokhoz? Volt nekem is problémám ezekkel, mert én teljesen a II. Vatikáni zsinatnak a híve vagyok. Azok a változtatások, amelyeket a II. Vatikán hozott, azokkal így maximálisan egyetértek. Úgyhogy engem nagyon meglepett az, amikor egyszer csak észrevettem, hogy van egy kis csoport, amelyik kidobja a szembeoltárokat, kizárólag háttal misézik, és van köztük olyan is, aki még a régi tridenti misét is mondja, de ilyen csak kettő van, aki tud még régi rítusban misézni. Különben aztán ugye a 16. Benedek pápa ezt megengedte, de bizonyos megkötésekkel, feltételekkel. Na mostan ezzel tulajdonképpen nem is volt probléma. Tehát az egyik fiatal pappal megállapodtam abban a békesség kedvére, hogy havonta elmondhatsz egy tridenti misét, ha a hívek ezt elfogadják. És ezt ő meg is tartotta. Sőt, azt mondta nekem most nemrég, hogy már ezt az egy misét sem mindig mondta el. Viszont a szembeoltár kidobása az teljesen szabálytalan. Bent van a misekönyvben, hogy az oltárnak, körüljárhatónak és szembemisézésre alkalmasnak kell lennie. De az viszont nincs előírva, hogy szembe kell misézni. Tehát a háttal misézés az szabályos. Tehát ugye a római rendelkezések itt érdekesek, mondom, szembeoltárnak elvileg kell lennie, de nem kötelező. Tehát van, aki szembeoltárnál is háttal misézik, ami nem szabálytalan. Tehát ez nem is lehet kifogásolni. Mondjuk egy-két helyről a szembeoltár kidobták, de amikor én oda mentem, akkor visszatették. Úgyhogy hát aztán, mivel a hívek ezt nem kifogásolták, nem jött be emiatt panasz hozzám, én szemet hunytam e fölött. Lehet, hogy megalkuvó voltam, de hát Istenem, úgy gondoltam, hogy néha
nem kell maximálisan minden paragrafust annyira komolyan venni. A szeretet a legfontosabb. Ami miatt mostan a probléma volt a udvariasság idejében, az a kézbeáldoztatás. Ugye volt a Covid járvány, és akkor a Magyar Püspöki Konferencia előírta, Ések atya is külön körlevélben előírta, hogy kézbe kell áldoztatni. Viszont volt néhány fiatal pap, aki nem volt állandó engedelmeskedni. Én nekik megmondtam világosan, gyerekek, Maximilián Kolbe atyával értek egyet, aki azt mondta, hogy az előjáró tévedhet, ha neked valamit előír, de te nem tévedsz, ha neki engedelmeskedsz. És csak akkor ne engedelmeskedjél, ha olyat kíván tőled, ami bűn. Az meg, hogy kézbe áldoztasz, az nem bűn, sőt, sokkal közelebb áll az utolsó vacsora gyakorlatához, mint a szájba áldoztatás. Tehát ebben nem értettem egyet ezekkel a tridentistákkal, hát, és teljesen az Ések úrnak adok igazat. Más dolog az, hogy én leültem volna velük, és megpróbáltam volna őket rábírni arra, hogy mégis fogadják el a kézbeáldoztatást, hogy sikerült volna, vagy nem, azt én nem tudom. Tehát semmiképpen sem, az Ések atyát ebben semmiképpen sem akarom elítélni, vagy kifogásolni az ő döntését. Sajnálom, hogy ez így történt, nagyon sajnálom. Különben egyet mások miatt küldött el, három volt csak, akit emiatt függesztett fel. Térjünk át arra a konfliktusra, ami most zajlik a Veszprémi Főegyház megyében, amit maga a Főegyház megye pattintott egyébként ki a nyilvánosság előtt, hiszen egyszer csak kikerült egy közlemény a Főegyház megye honlapjára, hogy a Veszprém megyei papság kiáll udvari györgyiesek mellett, ez kísérte egy fotó, de nem volt odaírva, hogy mi az ok, hogy miért állnak ki most a papok udvari György mellett. Hát kemény munka volt a részünkről is, meg a sajtó részéről, hogy valamit kiderítsünk. Nem igazán sikerült, ugye hallottunk itt akár a tradicionalistákról, akár az üvegablakokról, és a Katya szerint mi a fő oka ennek a konfliktusnak? Belelát-e ebbe ön? Hát ugye volt olyan fórum, amelyik már azon csodálkozott, hogy lehet az, hogy a püspököt meg kell védeni a saját híveivel szemben. Hát, ugye ez az egész, ez a történet úgy volt, hogy a keszthelyi karmelita templomban volt papszentelés. Két diakonus szentelt a Ések atya pappá. Ezeket mind a kettőt még én vettem fel a szemináriumba, az egyiket én küldtem ki Rómába is. És ott végzett már évek óta tanulmányokat. Na mostan természetes dolog, hogy egy ilyen szentélés után van egy közös fényképezkedés. Hát én állnék ki azokkal, akiket én vettem fel a szemináriumba. Meg hát a papok, akik eljönnek, azok majdnem mind barátaik, azok nyilván odaállnak. Mostan viszont a Takács István atya, Ésegi helynök, az kihirdette a szertartás előtt közvetlenül, hogy lesz egy közös fényképezkedés, ezzel a paptestvérek mint egy demonstrálnak az Ések atya mellett, aki nemtelen támadásoknak van kitéve. Így indultunk ki. Na mostan, ahogy kimentünk a szertartás után a templom elé fényképezkedni, hát senki se mehetett el a képből. De az is megjelent, hogy a papság aláírt egy nyilatkozatot az Ések atya mellett, kifejezte azt, hogy a megye egységének a megbontásával nem ért egyet. Hát én csak annyit tudok mondani, hogy én ezt a nyilatkozatot nem is láttam, nem hogy aláírtam volna. Hogy a többiek aláírták, vagy nem írták alá, én nem tudom. Két pappal beszéltem, azok se látták, akik ott voltak. Hát ezt most kénytelen vagyok elmondani, mert ez tényleg ez az igazság. Akkor azt mondjuk ki, hogy azok a papok, akik ott voltak a fotón, egy teljesen más eseményre érkeztek, bár tájékoztatva lettek ott a helyszínen, Igen. Hogy ez egy demonstratív fotó is lesz, nem csak egy általános fotó, mint szokott lenni egy papszentelésnél.
Hát köztük voltak nem veszprémi egyházmegyés papok is, így például Esztergomból jöttek a Szentendrőknek a barátaik vagy ismerőseik. Tehát nem is csak veszprémi papok voltak? Nem is csak veszprémi papok voltak ott, igen. És akkor ezek szerint ezt a közleményt, ami kiment, ön és két pap biztos, hogy nem látta. Biztos. A többiekről pedig nem tudjuk, nem hogy, tudom. Nem tudjuk, hogy látták. Meg kéne őket kérdezni. Na most, ugye egyébként azok a úgynevezett nemtelen támadások, azok többnyire a székesegyház tervezett átalakítása miatt vannak. Ugye a székesegyházban vannak üvegfestmények, amelyek részben a, már a II. Világháború után keletkeztek megsemmisült ablakok pótlására. Ezek között is a legnevezetesebb a Szent Mihályt ábrázoló Árkainé Stélo Lili által egy nagyon elismert nemzetközi díjjal is kitüntetett művésznő csinálta, és ezzel a hívek nagyon ragaszkodnak. Már csak azért is, mert Szent Mihály a székesegyház védőszentje, és a székesegyházi plébánia védőszentje is, és az érsek atya meg azt mondja, hogy nem egységesek ezek a újonnan készült, meg régebbről megmaradt képek, ezért kell őket eltüntetni. Ugyanakkor vannak díszítő festések is, amelyekről még az a érsek atyának és szakértőjének a véleménye, hogy ezek pedig a 70-es években rosszul lettek restaurálva. És hát azért most ezeket meg le kell festeni. Én nem vagyok szakember, de nem láthatok ilyen áthidalhatatlan problémát, tehát hogy nem lehetne azokat most úgy egységesíteni, meg úgy restaurálni, hogy ez megfeleljen a mai kornak. Hát nézze, én is arra gondoltam, hogy hát most van 39 milliárd forintja a érsekségnek, ennyi pénze még sose volt szerintem. Hát mikor restaurálják ezeket, vagy mikor pótolják, hanem most? Tehát egyszerűen én nem értem. Egyébként még azért azt megjegyzem minden bántó szándék nélkül, hogy nekem az egy kicsit rosszul esik, hogy mindent, ami az utóbbi időkben történt, azt mind rossznak találják. Hát nézze, az érseki palotán teljes tetőcserét hajtottunk végre, és kívülről is felütöttük 4 éve. Fel van állványozva. Most erre azt mondta nekem az érsek atya, hogy azért, mert az ablakokat ki kell cserélni. Ez igaz. Nem, azokat nem tudtuk kicserélni. De nem csak az ablakokig van felállva, egészen a tetőig. Még egy emelettel följe vannak az állványok. A székesegyház külseje szerintem jó úgy, ahogy van. Fel van állványozva. Akkor az érseki hivatal, amelyben ugye mi dolgoztunk, most leköltözött a volt szemináriumba, az érseki hivatalnak a tetőterében még a mai latyával, a gazdasági helynökömmel kialakítottunk tetőtér beépítéssel egy Gizella termet, ahol nagyon sok szép programot rendeztünk. Az már nincs, mert rosszul lett csinálva. A Ferences templom belsejét az 5 éve áldottam meg felújítás után, ismert és elismert művészek csinálták, egyikük már sajnos meghalt, hatósági engedéllyel és hatósági jóváhagyással megállapították róla, hogy rosszul lett csinálva. Szóval valahogy az ember úgy van, hogy van, amit nem értek. Az, hogy ezek a díszítő festések is 70-es években rosszul lettek restaurálva, az ember ezt még elhinné, de hát én nem tudom. Nem tudom. Megjelent tavaly novemberben egy fizetett interjú a Lósz Róbert érseki biztossal, és abban pedig az is bent van, hogy a érseki palota belseje már alig üti meg a láthatóság szintjét. Hát ugye mi 2000 óta májustól október végéig, május 1-től október végéig állandóan nyitva tartottuk a palotát.
születnap nélkül. És nekem senki nem mondta azt, hogy ezek a képek ezek már nem ütik meg a láthatóságnak a mértékét. Tehát mindegy, hát jó. Nemrég úgy fogalmazott érsek úr egy interjúban, hogy a szakmai érveken túl, mintha valahogy a hozzáállása is probléma lenne, azért hozom ezt ide be, mert a katolikus egyházat elvileg úgy ismerjük, úgy ismerik a nem hívők is, hogy ez a szeretet egyháza. Kimondhatjuk-e, hogy a Veszprémi Egyházmegye most valahogy a szeretetlenség állapotában van? Hát ugye, erre jobban nem válaszolok, de azt azonban tudom, az való igaz, hogy nem csak a szeretetről van szó, hanem jogi szempontok is figyelembe jönnek, hogy a Székes Egyház az nem magántulajdon. Valahol Kerkateskándon, Zala megyében, ezelőtt talán 5 évvel megáldottam egy barátomnak egy magánkápolnáját, amit a saját szőlőjében épített. Azzal ő azt csinál, amit akar, mert az az övé. De a plébánia templomok, illetve a Székes Egyház nem magántulajdon. Tehát én nem értek ilyet az érsekatyával abban, hogy a Székes Egyház céljának, rendeltetésének megfelelő átalakítása az kizárólag a főpásztor joga és kötelessége lenne. Hát végül is a közös tulajdont úgy lehet csak változtatni, akár elvenni belőle, hozzáépíteni, vagy változtatni, hogy azért a társ tulajdonosoknak a képviselőivel egyeztetni kell, legalábbis én így gondolom, bár nem vagyok jogász. A szeretet, ami a szeretet illeti, ott meg az a helyzet, hogy hát a nagy búcsújáró helyeknek a madonnái például, a Guadalupe-i, vagy a Lourdes-i, vagy a Fatimai, meg az összes többi ilyen kegyszobrok és kegyképek, azok általában nem remek művek, művészileg nézve. Tehát egyiket sem Michelangelo faragta, vagy Raffaello festette, vagy hozzájuk hasonlítható művész, és mégsem jutna eszébe senkinek, és ezeket kidobjuk, mert ezek nem műremekek. Uh-huh. Miért? Mert a híveknek az áhítata és szeretete övezi őket. Az emberek így szeretik őket. Tehát csúnya gyereket sem ölünk meg azért, mert nem szépség király. Érkezett hozzánk nagyon sok olyan jelzés, hogy az egyházmegyének néhány befolyásos munkatársa nem igazán méltó módon kommunikál sem a papsággal Veszprém megyében, sem a hívekkel. És akkor, ha meg tudja ezt erősíteni, vagy tapasztalta ön hasonlót? Hát ugye erről én nagyon nem tudok nyilatkozni. Azt azonban tudom, hogy a II. Vatikáni zsinatnak egyik alapfogalma volt a dialógus, vagy magyarosan a párbeszéd. Tehát erre minden főpásztornak és minden lelkipásztornak is adnia kell. Tehát az nem helyes azt mondom, hogy én már kimondtam, akkor csak igaz lehet, és ahogy senki ne szóljon, az én dolgomban ne szóljon bele. Én emlékszem rá, még Kőszegen voltam káplán, amikor egy idős néni beballagott a plébániára, és mondta a plébános úrnak, hogy plébános úr, nekem van egy kis pénzem, szeretnék párnákat csináltatni a Jézus szíve templom székeire, mert nagyon hidegek. És el azt mondta neki a plébános úr, nézze mama, én nem szorok bele abba, hogy maga mit főz reggelire, meg vacsorára, maga se szóljon bele abba, hogy én mit csinálok a templomban. Ez még egy óriási tévedés. A mama mit főz otthon, az az ő dolga. De a templom az nem a plébános magántulajdona. Igen, és a híveknek is lehet beleszólásuk. Tehát ugye itt is elvileg ennyit tudok mondani, hogy valóban a párbeszéd az rendkívül fontos. Tehát az, hogy egymást meghallgassuk. Vannak okvetetlenkedő emberek, akik mindig mindenben belekötnek, mindenben kifogást találnak, de azokat valóban
meg kell próbálni úgy meg elnyugtatni és figyelmen kívül hagyni. De én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik például a Szent Mihály képet, vagy a Székesegyházi szítő festményeit mostan sajnálják, azok nem okvetetlenkedő emberek. Az, hogy csapódik hozzájuk ilyen ember is, aki mit tudom én, kigyúrt békát kiállt a szegényesek úrra, az sajnos az ilyen előfordul. Tehát az ilyeneket szerintem figyelmen kívül kell hagyni, nem kell nagy ügyet csinálni, de megjegyzem, ezeknek az egyesületeknek is nagyon kell vigyázniuk arra, vagy kellene vigyázniuk arra, hogy ne személyeskedjenek. Tehát ne az Ésékatyát támadják, hanem a Szent Mihályt védjék. Ebbe merüljön ki a tevékenységük. Ezt ön is nagyon alázatosan betartja következetesen, hogy személyeskedés ne legyen. Persze. Nézze, én az Ésékatyát szeretem, és sajnálom is. Mert nyilván ő is szenved ezek miatt, amik most vannak. De ugyanakkor meg sajnálom ezeket a szerencsétlen embereket is, akik már síratják a Szent Mihályt. Most mit csináljon az ember ilyenkor? Hogy gondolja ön, hogyan lehetne ezt a sebet elkezdeni begyógyítani, akár önök között, érseki, volt érsek és jelenlegi érsek között, akár az egyház megyében? Hát sajnos ugye erre én nem tudok. Én már árkon túli gyepmester vagyok, úgyhogy én ez már nem tudok hozzászólni. Nyilvánvalóan azt szeretném mondani, hogy a híveknek is mondjuk tiszteletteljesebb hangot kellene megütniük, és az Ésékatyának is barátságosabban kellene az ő megnyilvánulásaikat fogadni. Nem kéne mindig mindenben személyes, nemtelen támadást látni. Tehát ez a dialógus, amiről az előbb beszéltünk, igen, ennek az útján kellene járni. Igen, igen. Így az interjúnk vége felé szeretném azt megkérdezni Ésékatyától, hogy ha jól tudom, ön egy napon született Ferenc pápával. Hát ő 7 évvel megelőzött engem. Igen, az év az nem ugyanaz, de egyébként egy napon született. Igen. Hogy mik a tervei Ésékatyának? Most ugye megérkezett ide Szombathelyre, azt nyilatkozta, hogy itt fog segíteni a püspöknek, hát, amiben tudok, szemmisében, gyóntatásban, stb. Amiben igénylik a segítségemet, és amit tudok csinálni, azt megcsinálom. De van még olyan tervem, hogy az iszlámról szóló könyvemet, tehát jegyzetek az iszlámról keresztény szemmel, hogy ezt most egy már harmadik változatban is még az idén kiadjuk, amiben még a szükséges betoldásokat, változtatásokat már megoldottam. Azon kívül az, ami nekem életem főműve, a szabad ilyen nagyképű kifejezést használni, az Istenkeresés útjain című könyvem, amelyikben főleg alapvető hittani kérdésekkel foglalkozom. De még talán annyit hadd mondjak el, visszatérve még Veszprémbe, hogy a Jóistennek nagyon hálás vagyok, a híveknek is, de a Jóistennek is, hogy 22 évet el tudtam ott tölteni, mert amikor oda kerültem, mindjárt jött egy infarktus, utána jött egy 8 bypassos szívműtét, azóta még 4 stenttel is gyarapodtam, és nem volt látszólag semmi esélyem, hogy ott hosszú életű ések legyek, de a Jóisten úgy akart, hogy mégis el legyek. És néhány dolgot sikerült csinálni. Például alapítottam egy szociális otthont Hévízen, egy kommunikációs és turisztikai intézményt Veszprémben, ezt hívtuk Szaléziánumnak. Azon kívül 4 iskolát olyan helyen, ahol nem volt, Taporcán, Keszthelyen, Várpalotán és Ajkán. És azon kívül elvégeztem kb. 700 birmálást, és úgy emlékszem, hogy kb. 56 papot szenteltem. A jelenlegi aktív állománynak a 2/3 részét már én szenteltem pappá. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amikre én nem vagyok büszke,
de hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezeket meg tudtam csinálni, és hogy a hívek többségileg elfogadták az én szolgálatomat. Amikor Egerbe kerültem segédpüspöknek, ott engem szinte senki se ismert seregélyesek koron kívül. Mégis azt mondták, egy ilyen latin kifejezés, hogy Róma locuta, causa finita. Róma szólt, az ügy el van intézve. Itt ugyanezt történt. Itt is nagyon ismertek engem, itt is azért a dolgozók, akiket találtam az érseki hivatalban, helynök, irodaigazgató, titkár és a többi munkatársak, meg a papok is azt mondták, Róma locuta, causa finita, elfogadtak, és nekem nagyon jó volt. És hála Istennek azért, ugye egy-két emberrel volt nézeteltérésem, de volt olyan is, aki engem például nyíltan kritizált. Egy kis pap például azt énekelte a szemináriumban egy ilyen Mikulás napi műsorban, hogy fogsz te még sírni ott is, ahol senki se lát, és azt kifogásolta, hogy én többet járok a padányi iskolába, mint a szemináriumban, és igaza volt. Nem sértődtem meg érte, de ez még az infarktus előtt volt, amikor már nagyon nehezen tudtam dolgozni. De ez a fiatal pap, meg mások is kérem szépen bejöttek hozzá, volt, aki például hozott egy sakkészletet, mert tudta, hogy szeretek sakkozni, és megköszönte azt, hogy sosem éreztettem vele, hogy engem megbántott volna. Akkor én ezzel a gondolattal megköszönöm az interjút és a Katyának, és jó egészséget kívánok a még ön előtt lévő, ezek szerint nagyon fontos munkához. Köszönöm szépen meg önöknek is a tömegkommunikációban munkájuk az. Köszönjük szépen.